ahogy azt már hallhatták, az Ez történt a héten című összeállításunkban, a Képzőművészeti Egyetem diplomamunkáinak kiállításai megtekinthetőek ezen időszakban. Két látványtervező, diplomázó hallgatót hívtunk meg a stúdióba, akiket nagy-nagy szeretettel köszöntök, Zubor Kata és Herman Anetta vendégem. Sokféle szak van a Képzőművészeti Egyetemen, ugye festők vannak, szobrászok, restaurátorok, mindenféle ág, amely megtalálható. Miért pont a látványtervezést választottátok szakágatoknak? Hát én már a gimnáziumban nagyon szerettem az irodalmat, illetve a művészeteket, tehát már művészeti szak középiskolai és gimnáziumban jártam, és ez tetszett meg benne, hogy nem csak a művészet az, amivel itt találkozunk, foglalkozunk, hanem valahogy így az irodalommal is összefügg. Nálad? Hát szinte ugyanez, hogy nekem is tetszett ez az ötvözet, hogy a képzőművészet és az irodalom és a színdarabok is össze van vonva egy műfajba, és ezért így nagyon hamar elhatároztam, hogy nekem ez a pálya az álmom. Tulajdonképpen, hogyha végig gondolom, akkor a képzőművészeti ágak közül ez a látványtervezés, ez ami a legkézenfoghatóbb, mert ugye minden művésznek el kell döntenie, hogy miből fog aztán megélni. Egy festőművésznek nagyon nehéz dolga van, mert nem biztos, hogy az alkotásai eljutnak a nézőközönséghez, és aztán jó áron is tudja adni azokat a képeket, hiszen remek festőket látunk, akik, hát mondhatom, hogy éheznek. Valószínűleg azok, akik látványtervezéssel foglalkoznak, azok egy picit gyakorlatiasabban élik meg a hétköznapokat. Nektek ez alatt a pár év alatt mi lett a fő profilotok? Merre orientálódtatok? Mi volt az, amit a gyakorlatok során elsaját amit aztán az életben tudtok majd alkalmazni? Hát nálunk igazából mind a filmes, mind a színházi világot igyekeznek átadni, hogy ezeket tudjunk alkalmazkodni, de azt hiszem azért főleg a színházi világ az, ami felé orientálódunk. Legfőképpen ilyen kurzusaink is vannak. Persze a filmes kurzus is ugyanúgy aktív, viszont ilyen igazán gyakorlati és a színházi vonalból van. Hányféle színdarabot kellett ahhoz megnéznetek? Milyen forgatókönyveket láttatok? Illetve hogyan készül el a fejetekbe egy darabhoz a látványterv? És aztán milyen kompromisszumokra vagytok képesek anyagi és térbeli lehetőségek kapcsán? Hát szerintem, vagy hát nálunk mindig úgy épülnek fel az évek, hogy egy év alatt mindig két színdarabbal dolgozunk. Van, amikor filmes fél évünk van, és akkor úgy dolgozzuk fel a darabot, vagy ezt a filmforgatókönyvet, hogy igyekszünk filmes szemmel gondolkodni, és van, amikor pedig színházba tervezünk, tehát például nem csak megkapjuk a darabot, de megkapjuk azt is, hogy melyik színházba képzeljük azt el. És akkor ezeket a szempontokat mindenképpen figyelembe kell venni annak a színháznak a színpadi adottságait, és igyekszünk úgy tervezni, mintha lenne egy rendezőnk, aki megszabja a kereteket vagy igényeit, hogy mi az, amit elvár tőlünk. De még mindig több a lehetőségünk, szerintem itt tanulóként nagyobb szabadságot kapunk, tehát például a diplomamunkánál nem kellett ilyesmivel foglalkozni, hogy esetleg költségvetés, vagy ami később majd így az életben valós keret, azt most még itt nem kaptuk meg. Tehát most még a fantáziánkat jobban szabadja rengethettük. Na, akkor nézzük meg, hogy mi volt a te diplomamunkádban, illetve azok alatt, az évek alatt, amik tanultál, milyen darabot, illetve filmet, látványt terveztél meg? Két darab közül választhattunk. Ez Parti Nagy Lajos Ibusár című darab, és Hamvai Kornél... Hóhérok hava, igen. És én az Ibusárt választottam, és hát fő szempontom az volt igazából, hogy egy viszonylag kis színházba szerettem volna ezt tervezni, mert úgy éreztem, hogy nem igényel nagyon nagy színházi adottságokat, tehát még forgószínpadot sem szerettem volna, és így lett a Pesti Színház. És igazából inspirációs képekkel kezdődik az egész folyamat, többszöri olvasás után elindul egy térbeli gondolkodás, és
Én főleg érzésekből táplálkoztam a diploma munkám során, úgyhogy ezeket próbáltam térbehozni, belső falakat megjeleníteni. Hát egy ilyen vizuális játék. De te mit választottál? Én pont a másikkal dolgoztam, a Hóhérok havával, és nekem pont nagy térre volt szükségem, úgyhogy én a Nemzeti Színház Gobbi Hilda stúdió színpadára terveztem a díszletet, és hát ez a darab nagyon sok szereplővel és helyszínnel dolgozik, és itt végül is ez volt az, ami szempont volt, hogy ez megmaradjon, vagy hogy a sok játéktér egy díszletben meg tudjon jelenni, és az használható legyen. Egyébként ez a sok játéktér egy díszletben, ez a legnehezebb a gyakorlatban, hogy azt pillanatok alatt lehessen váltani. Igen. Fényekkel. Mivel oldottad meg? Hát nekem olyan lett végül a díszletem, hogy főleg ilyen szerkezeti elemeket használtam, lerobbant, elhagyatott gyárépületeket, és igazából több olyan helyszín volt, ami egyszerre több funkciót is betölt, vagy pedig jelzésértékű volt a díszletet. Volt például egy szoba, aminek a berendezése jóformán csak egy francia ágy volt, és akkor az később egy másik lakás is ugyanúgy eljátszott, vagy hát ilyesmi, vagy hogyha a főszereplőnek az otthona például csak egy asztal volt körülötte székekkel, tehát sokszor játszottam ezzel, hogy csak jelzésértékű legyen a díszlet. Amikor készültetek ezekre a diplomamunkákra, akkor volt-e lehetőségetek előtte körbe menni színházakba, és a gyakorlatban megtekinteni, hogy milyen lehetőségek vannak egy színházon belül, milyen a zsinórpadlás, milyen az emelőszerkezet, a forgószínpad. Hány színházat néztetek meg? Igen, volt lehetőségünk. Nagyon többet is. Többet is, igen. Győrben is jártunk már, a Nemzetiben is. Nagyon nagy különbség van színház és színház rengeteg, között, ugye? Igen, mindegyik valahogy más felszereltséggel bír, és mindegyik más. Persze meg mindenkinek megvan a zsinórpadlás, meg mindenféle alaptechnikai eszközök, de azért mégis mindegyik különböző. De hál' Istennek ezzel nem volt probléma, mindenhova szívesen fogadnak minket, hogyha felhívjuk őket, és esetleg információkat szeretnénk megtudni, akkor segítenek. Hogyan készül a látványterv maga? Papíron, számítógépen dolgoztok, a forgatókönyvben mellé teszitek a képeket, ugyanúgy, mint ahogy a jelmeztervezők is dolgoznak a különböző szereplők mellé, ugyan kell a gyakorlatban elképzelni? Hát főleg papíron. Én szeretek inkább, igen, rajzolni szeretek. És akkor egyrészt Anett is mondta már, hogy inspirációs képekkel indítunk, vagy hogy először direkt engedjük kicsit a fantáziánkat szabadon, és utána én általában szeretem megfogni az alaprajzot, és akkor megnézni, hogy mi az a tér, amiben ezt be kell illesztenem. És akkor ezeket a nagy fantáziákat kicsit bezsugorítani abba a térbe, amiben illeszkednie kell. Nálad? Nálam is ugye az inspirációs képek, és akkor ezeket papíralapon firkálgat az ember, aztán valami kialakul, és mostanában egyre többet foglalkoztunk számítógépes tervezéssel is, úgyhogy az előző fél évben kellett készítenünk látványtervet. 3D-ben? 3D-ben, igen. És az is nagyon hasznos, mert akkor egyből körbe tudja az ember járni a teret, persze gépen. Jobban de látja hogy a gyakorlatban, igen, hogy igen, mi is. Mert néha az jobban segít, hogy milyen nézetei is vannak, mert hiába papíron elképzeljük, meg lerajzoljuk, nem biztos, hogy ugyanaz, de vegyük. Készítés az kiment egyébként a divatból teljesen, nem? Van még. Még bőven, mindig makettezünk, minden fél évben el kell készíteni, ha filmes díszletet tervezünk, ahhoz is készítettünk makettet, és minden egyes darabhoz, amit tanulunk, tervezünk, ahhoz is. Volt-e lehetőség az évek folyamán arra, hogy másik egyetemek munkáiba részt vegyetek, illetve esetleg külföldi ösztöndíj kapcsán, vagy kinti testvér egyetemek kapcsán látogatást tegyetek a külföldön élő hasonló tárgyat tanuló művészpalánták között? Hát tavasszal volt művész telepünk. Igen, a Színház és Filmművészeti Egyetemmel,
A mostani harmadéves zenés színészekkel voltunk egy művésztelepen, Novák Eszter osztálya, és ebből ki is alakult egy viszonylag szoros kapcsolat, és később dolgoztunk együtt. Tehát a Színház és Filmművészeti Egyetemmel közösen azért dolgozunk, több rendező hallgató is már a Képzőművészeti Egyetemről választ látványtervezőt magának, illetve külföld, hát én az őszi fél évben voltam Erasmuson Varsóban, a Varsódi Művészeti Akadémián, így kerültem végül is kapcsolatba. Hogyha meg lehetne fogalmazni, hogy milyen kor áll hozzátok a legközelebb, milyen darabhoz, filmhez készítenétek látványtervet, berendezést, díszletet, ez a kosztümös darabokhoz húzna, vagy pedig inkább a modernkori időszakhoz? Nekem azt hiszem inkább a kosztümös. Én most a Hambai Kornélnak a Hóhérok Hava darabja az a nagy francia forradalom idején játszódik, vagy kicsivel utána. És én ezt nagyon szeretem, ezt a korszakot, tehát már korábban is volt, hogy hasonló korszakba helyeztem át darabot. Tehát én ezt például nagyon szeretem. Nem kell több pénz a gyakorlatban egy kosztümös darabnak a látványtervéhez, mint amennyi jelen pillanatban a színházaknak a jelen rendelkezésére. Ráadásul ahhoz, hogy igazán minőségi legyen, vagy hogy igazán jól vissza tudja adni a kart, ahhoz rengeteg pénz szükséges általában. Igen. Egyébként az nem is véletlenül kanyarodtam én erre, hogy lehet, hogy aztán majd a második két évben gyakorlatban is át lehet ültetni az emberek, a fantázia az nagyon szép, és amikor ott van az élet, és azt mondják, hogy van egy tólig összeg, de ebből még ezt és ezt is ki kell hozni, akkor az egy egészen más dolog. Tehát egy picit a hétköznapokra is fókuszálni kell. Gondolom, hogy a modernkori rendezések, azok egy picit könnyebbek ilyen szempontból, illetve maga a 3D-s animációnak a használata. Mennyire kell, hogy ez belefolyjon a színházba, mondjuk az általa tervezett darabhoz? Most csak például arra gondolok, hogy operában nem olyan rég láttam egy operát, egy Richard Strauss darabot, ami egyetlen egy nagy oszloppal volt középen megoldva, és rengeteg háttérvetítés volt hozzá, akár animációban, akár rendes filmvetítéssel. Tehát mi az, ami segítheti a munkátokat? Szerintem ezek mindenképp segítik a munkánkat, mert minél több lehetőségünk van, tehát így technikailag is most már ki kell ezeket használni, tehát nem nyilván hiába szeretjük a kosztümös darabokat, és korhű legyen minden, izgalmasabb talán a mai nézőnek, hogyha vegyítjük ezeket a régi díszleteket, esetleg a mai technikai lehetőségekkel, szerintem ez nagyon izgalmas tud lenni. Hogyan nézett ki a diplomátok megvédése? Kik előtt kellett megvédeni gyakorlatban? Ugye hát ilyenkor gondolom, hogy van egy bizottság, kik voltak benne, és milyen kérdéseket tettek fel? Főleg a tanáraink voltak ott, illetve hát akiket mi hívtunk, igazából nyitott volt a védés, úgyhogy bárki bejöhetett. Igen. Hát meg egymás előtt, ugye, tehát ott volt az osztályunk, tanárok, és a vendégek, akik eljöttek a védésre. Színészek, rendezők, filmesek vettek-e részt a diploma megvédésében? Voltak-e gyakorlati kérdések azzal kapcsolatban, amit csináltatok? Elátogattak páran, tehát láttam, hogy rendező hallgatók is jöttek és megnézték, viszont nem külön nem kérdeztek minket, inkább a tanárainktól kapjuk ezeket a gyakorlati kérdéseket, mert mindenre kell válaszolnunk, és ezeket a kérdéseket tőlük kapjuk meg elsősorban. Itt álltok egy diplomával, jelen pillanatban tanultok tovább, de hát kellene, hogy tudjanak rólatok azok a színházi szakemberek, akikkel a későbbiekben esetleg dolgozhatok, vagy filmes szakemberek. Hát igen, ez a kapcsolatokon is múlik, ugye, hogy hogyan az egyetemi évek alatt hogyan építettük ki esetleg azokat a kapcsolatokat, amik később minket ebben segíthetnek. Hál' Istennek elkezdődött egy viszonylag hasznos folyamat, ugye képülni a két egyetem között, és
És itt látjuk, hogy kezd felépülni egy rendező és látványtervező közötti kapcsolatrendszer, ami szerintem később segíteni fog minket ebben. Hát reméljük, hogy így lesz. Igen, dolgoztunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, nagyon sok sikert kívánok az élethez, szerencsés pályát, jó terveket, jó gyakorlati munkát. Köszönjük szépen.